Országos szinten is kimagasló eredmény, hogy mintegy 100-an jelentkeztek a Fehérvár hangja versenyre. Vili Nyers Krisztina, a Fehérvár Média Centrum szakmai igazgatója. Országos szinten is azt gondolom, hogy egy kimagasló eredmény. Természetesen ez annak is köszönhető, hogy nem csak székesfehérváriak jelentkezhettek, hanem a megyéből is. Nagyon érdekes, hogy a jelentkezőknek közel 75%-a leányzó, úgyhogy lehetséges, hogy a lányok úgy néz ki bátrabbak. Nagyon nagy eredménynek számít ez, azt gondolom, egy város életében, hiszen Székesfehérvár először rukkolt ki ezzel a rendezvényen. Természetesen még csak most kezdődik a java. Mészáros Attila ifjúsági tanácsnok üdvözli, hogy ilyen nagy visszhangja van a tehetségkutatónak. Köszönetemet szeretném kifejezni a Média Centrumnak és a Karma Kreatívnak, hogy már itt tartunk. Azt gondolom, hogy komoly visszhangja van már a rendezvénynek, nagyon sok az érdeklődő, és hát bízom benne, hogy az október 29-i, 30-ai válogató is egy jó hangulatú két nap lesz. Hamarosan tehát eldől ki az a 24 fiatal, aki novemberben a plázában rendezett középdöntőn az egész város előtt megmutathatja, mit rejtenek hangszálai. Péli Barna szerint addig is a gyakorlás mellett lelkileg is készülniük kell a jelentkezőknek a megmérettetésre. Szerintem az a legfontosabb, hogy jó sokat gyakoroljanak, és az egész ilyen kisújból menjen, és csak az érzelmeikre koncentráljanak, illetve hát olyan érzelmekre, amik nagyon alapérzelmek, hogy amiről szól mondjuk a nóta. A Fehérvár hangja címen túl egyebek mellett párizsi út, belföldi utazás, illetve wellness hétvége a tét. A díjak teljes sorát egyébként a verseny honlapján a www.fehérvárhangja.hu weboldalon olvashatják.